Miki Jegé, a Alagin, a Ajahaj, a kis hadlerán. Ezek a kedvenc figurái Holbik Péternek. A Szent Kristófház gondozottja kisgyermekkora óta gyűjti a plüssöket. Otthon egy egész szobát töltenek meg a kisállatok. Október 17-én kedden pedig a Gárdonyi Géza Művelődési Ház vitrinjeiben kapnak helyet, hogy mindenki megcsodálhassa őket. A kiállítás Kovács Szilvi kolléganőnk kezdeményezésére jött létre. Én abban bízom, hogy kicsiknek nagyoknak egyaránt mosolyt csal az arcára, mert hát azért nem lehet szerintem ennyi plüst egyszerre, és ilyen ennyi sokfélét látni mindenhol, minden nap, úgyhogy szerintem nagyon érdekes lesz, és ami külön öröm számomra az, hogy a Szent Kristóf házas kis barátaink fognak egy kedves kis műsort adni a megnyitón. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház igazgatója számára nem volt kérdés, hogy a kezdeményezés mellé álljon-e. Szilvási Grundhága azt mondja, a Szent Kristóf házzal jó kapcsolatot ápolnak, és egyébként is szívesen mutatják be a környék lakóinak gyűjteményeit és alkotásait. A város és kulturális intézmények vezetőjeként nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt a Maroshegyen élők megmutathassák saját magukat, a gyűjteményeiket és alkotásaikat. Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk egyébként a Szent Kristóf házzal, hiszen hetente járnak ide hozzánk a könyvtárunkba, könyvtári programokra, illetve a Böndörödön mindig tartanak nálunk egy nagyon nagy kiállítást, ami az is csodaszép, és nagyon örültem annak, amikor Kovács Szilvi megkeresett azzal, hogy itt legyen nálunk ez a kiállítás. A kiállítás megnyitóján a város polgármestere köszönti a résztvevőket, és a Szent Kristóf ház gondozottjai adnak műsort október 17-én kedden 17 órától. A plüssöket pedig november 17-éig tekinthetik meg az érdeklődők.